Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a sorozat a Színház csinálók címmel indul. Az utóbbi időben annyi színházzal kapcsolatos lózunk hallható, hogy talán érdemes volna erről a nagyon érdekes műfajról a színház csinálók szemén keresztül kicsit konkrétabban és szakmaiban beszélgetni. Az igazgatásról kérdezel. Én magam az igazgatást szörnyen rosszul viseltem. Nem dicsekvésként mondom néha, hogyha megkérdeznek, hogy természetesen egyáltalán nem tartottam magam soha jó igazgatónak. Egyrészt, mert nem tudtam részt venni, tehát úgy feloldódni a társulat életébe, hogy ott bábáskodjak, vigyázzak, együtt legyek, folytonosan bizonyítsam azt, hogy én abban a közegben vagyok, hanem inkább kívülről szemléltem a dolgokat. Ha visszaemlékszem akkori önmagamra, akkor a magyar színházi közéletet szörnyen viszonyogtatónak éreztem, és kerestem olyan arcokat, amelyek mondjuk nem ebbe a vidéki, nem tudom, sárba érzi jól magát, hanem akik frissek, jól gondolkodóak, akarnak valamit. Hát valóban, amikor megérkeztünk ezekhez a színházakhoz, Kaposvár ott a főszínész, az beállt középre, félredöntött a nyakát és ordított. És onnan irgalmatlan nehéz volt elvonszolni, vagy úgyis visszadolgozta magát középre. Szolnokra megérkezvén, először jártam Szolnokon, hihetetlen ködös, szürke idő, a város elképesztő, az egyik legrondább város, ami akkor létezett. Bementem a színházba, ahol egy zenés vígjátékot próbáltak. Hát, az valami borzalom volt. Ez valami elképesztő volt. Hogy fogtatok hozzá ahhoz, hogy hiszen nyilván maradtatok ezeken a helyeken, és volt egy elképzelésetek, hogy valahogy ezen változtassatok? Ezt nem fogjuk tudni elégszer elmondani a válaszainkban, hogy ezek a határozott ifjak marsalbottal a tarisznyájukban, akikről te kérdezősködő, ezek nem léteztek. Tehát nem marsalbottal kérdezősködők, talán hanem kis csak helyzeteket arra, hogy akartunk megoldani. Hát, akkor vagy igen. Néha csak egy-egy produkció, hiszen az egész világ nem tűnt annyira változtathatónak. De mégis el kellett gondolkozni azon, hogy mi a dolog lényege. És majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy ezeknek a nemzedéki háborúknak a lényege. A feltehetőleg a fiatalabb nemzedék mindig azt gondolja, amit mi is gondoltunk akkor, hogy ennek a színháznak nincs köze a valósághoz. Ez nem a valóságról beszél. Elfedi azt, vagy szépíti. Leginkább azt gondoltuk, hogy szebbre festi. Tehát nem, épp ezért nem elég őszinte. És erről az ember később talán másképp gondolkodik, mert azt véli, hogy igen, mert más gondolunk valóságnak nemzedékenként. Nem tudom, hova sikerült kimenni, külföldre, talán Angliába. És beszélgettünk kollégákkal, és panaszkodtam például, hogy a szolnoki kultúráért felelős vezető az korábban a Tiszaszálónak volt a pedikűröse. És azt mondta a kollega, hogy és milyen pedikűrös volt. Mondta, a hírek szerint én sose jártam pedikűröset, a város elismert pedikűröse. Azt mondta, hogy ez remek, ez kitűnő. Nálunk soha jó szakember nem kerül a kultúra területére. És mit jelentett akkoriban a nemzeti színház, mint státusz, vagy mint szituáció, vagy szóval a színházak közegében? Nagyjából ugyanaz játszódott le akkor, amikor mi ott voltunk, mint ami most játszódik le, nem konkrétan az igazgatóváltásra gondolok, hanem az érverendszerre, hogy milyennek kell lenni a nemzeti színháznak, hogy a színház, a nemzeti vagy a színház a hangsúlyosabb szó, és hogy ennek a kettőnek ilyen együtt elhangzása az nem lehet egy harmadik minőség, hanem ott a jelzőn van a hangsúly, és erre kell figyelni. De szerintetek szükség van nemzeti színházra Magyarországon?
Én szerintem azt kéne megkérdezni, hogy nem kérnek egy szünetet. Hát előtte azért még válaszolnál a kérdésre. Én inkább azt gondolom, hogy nem. Szerintetek lesz valaha működőképes pályázati rendszer? Én olvastam a te cikkedet, ami nagyon-nagyon értékes volt, főként azért, mert megfogalmazod a pozíciókat, hogy mi mit jelent. Tehát leírod a szavak jelentését, nagyjából tisztázod. Aztán valahol középen egy hadsorosba azt írod, hogy az egész oldalas cikkbe azt írod, hogy ez természetesen ez abban az optimális helyzetben igaz, amikor a különböző szakmai szövetségek és szervezetek azok mind természetszerűen a kiválasztódás természetes módjaként minőségileg jönnek össze és úgy döntenek. Na most hát ez éppen az országunkban ez egyáltalán egy kicsit túl idealizált, hogy ilyen lehetséges lenne, de hát ránk aztán azt hiszem egy csöppet nem hasonlít. Én meg egyszerűen nem tudom. Nem tudom, bizonyos esetekben a pályázati rendszert kell erőltetni, más esetekben azon még gondolkodni sem érdemes. Szerintem az jut eszembe, hogy mi lett volna, ha Stanislavskijnak pályáznia kell. Mi lett volna, ha Grotowskijnak időnként pályáznia kell, és így tovább. A pályázati rendszer ad valami lehetőséget arra, hogy az a marha az eltakarodik, és jön helyette egy értékesebb ember, jobb elképzelésekkel, jobb gondolatokkal, és igyekszik értékesebb munkatársakat és rendezőket szerezni. Úgyhogy ezért nem tudom megmondani, mert látom, hogy mi lehet benne a jó, mi lehet benne a rossz, és azt is látom, hogy hol működik és hol nem működik. És azt nem gondoljátok, hogy bizonyos értelemben egy szakma fejlődéséhez az is hozzájárul, hogy bizonyos programok, gondolatok végiggondolásra kerülnek, ütköztetődnek, és egyáltalán ebből kialakul valamiféle párbeszéd, mert most ezt úgy mondod, hogyha Grotowskijnak pályázni kellett volna, mint hogyha ez valamiféle kínszenvedés volna egy pályázatot megírni, miközben abban akár adott esetben nagyszerű gondolatok megfogalmazására is lehetőség nyílna. Hát, hogy a nagyszerű gondolatokat pont a pályázat indítja el egy emberben. Tehát a Grotowskij amúgy ott senyvet volna hirtelen egy terméketlen korszakban, de az, hogy jön a pályázat, az hirtelen fölserkentette volna. Ezt kétlem. Hát én csak azért kérdezem, mert én rendszeresen írtam pályázatot, nem mint Grotowskij írt volna, de mondjuk én rendszeresen írtam pályázatot évente, és most is sok műhely és színház létezik, akik írnak pályázatot évente. Hadd fordítsa azért meg a mondatodat. Azt hiszem, hogy valami körül jársz, csak nem pontosan fogalmazod meg. Azt hiszem, hogy sokat írsz, az nagyon jó, és egyáltalán a magyar színházból nagyon hiányzik ez. Azt, hogy ez pont a pályázatban, ahol esetleg most képzeletben visszamegyek Szolnokra, és az a bizonyos úr, aki remek pedikűrös volt, ő olvassa el, és ő az egyik döntnöke ennek, akkor talán nem olyan nagyon van értelme. De azt, hogy írásban megfogalmazni a gondolatokat, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Jónak és fontosnak. Én ezzel vitázom, csak hogy a pedikűrösből indulunk ki eleve. De tehát, azok hogy vannak. Hogy ez? Tehát ez egy alapvetés. Uh-huh. Jó, hát 2 órához jutottunk, most már 2 órája ülünk ebben a beszélgetésben. Én kifogytam a kérdésekből, és hát ez az alapvetés, ez bizonyos értelemben egy pontot is tesz a beszélgetés végére.